Utolsó kérdésem akkor az lenne, hogy meddig bírja a magyar költségvetés azt a terhelést, amit az okoz, hogy a jelenlegi EU-s költségvetési ciklusból semmilyen pénz nem érkezik meg? A jelenlegi hosszú távú számításaink szerint végtelenségig. Tehát természetesen európai uniós pénzekre szükség van, ezek fontos fejlesztési források, de a fejlesztések jó részét akkor is megvalósítjuk, hogyha európai uniós pénzek nem érkeznek, valamit meg lassabban tudunk megtenni, hogyha nem jönnek, de az ország finanszírozása az európai uniós pénzek nélkül is a végtelenségig fenntartható.